Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Kerékpáros Klub Metro Pótló bebiciklizésének első állomásán, és annak érdekében, hogy minél többen merjenek elkezdeni kerékpározni ezeken a rémisztő budapesti utakon, nem rémisztő, ennek érdekében tartunk ilyen bebiciklizéseket. Az a kerékpár út, ez egy kör alakú tábla, kötelező haladást ír elő. Amellett az út mellett, ami mellett van bringa út, ott a bringa utat kell használni. A járás megosztott gyalog és kerékpárúton 20-szal, ezen a szeparáton 30-szal is lehet akár döngetni. Vajon lehet egymás mellett biciklizni? Kerékpárúton lehet. Ez az egyetlen hely, ahol lehet egymás mellett haladni, úttesten, más helyeken nem lehet. Illetve azt tudja még általában a kerékpár út, hogy két irányú. Ezt azért fontos tudni, mert a kerékpár sávval ellentétben két irányú. A kerékpársáv viszont mindig egy irányú. Kerékpársávon, ha nincs más tábla, akkor, és egyenrangú kereszteződésről van szó, akkor jobbkész szabály léphet érvényben. Azzal kezdünk ilyenkor, ha érkezünk, hogy azt nézzük, hogy a mi jobb oldalunkon a kerékpárút mellett van-e nekünk tábla, stop tábla vagy elsőbbségadás. Ha nincsen tábla, akkor a második gondolatunk az, hogy a keresztező útat megnézzük, hogy van-e. Akár jobb oldalon, akár bal oldalon, mert az viszont elvileg egy műszaki előírás, hogy mindkét oldalon ugyanolyan táblának kéne lenni, hogyha ez az út folytatódna oda, akkor ott is egy stop tábla lenne, aki onnan jön le. Tehát megnézzük, hogy van-e stop táblája, vagy elsőbbségadás kötelező, és hogyha van, akkor megnyugodhatunk, akkor nekünk van elsőbbségünk, de meg kell győződnünk arról, hogy megadják-e. Arra biztatok mindenkit, hogy amikor elsőbbsége van, akkor ugyanolyan magabiztossággal menjen bele a kereszteződésbe, bízva abba, hogy megadják, hogyan tudunk meggyőződni arról, hogyan tudjuk bebiztosítani magunkat egy ilyen helyzetben. Szemkontaktus, ránézünk a vezetőre. Ha elsőbbségünk van, vajon érdemes-e fékezni? Nem érdemes fékezni, mert az pont egy ilyen felhívás keringőre. Akkor az autóvezető azt hiszi, hogy jó, ez a hülye kerékpáros nem tudja, hogy neki van elsőbbség, akkor én most gyorsan bemegyek. Vagy ó, lefékezett, akkor még pont kiférek előtte. Amit én javaslok, hogyha be akarjátok biztosítani magatokat, hogy fékkészültségben mentek. Abba lehet hagyni akár a pedálozást, az nem óriási lassítás, tehát fékezni nem kell, de ha féken rajta van a kezetek, akkor nagyon gyorsan meg tudtok állni, hogyha kell. Akinek van jogsia, azt tudja, hogy kanyarodási szabály miatt annak van elsőbség, aki egyenesen folytatja az útját, tehát nem kanyarodhat ránk, de mivel nekem ez egy 10 másodperc ellenőrzést jelent, én ezt mindig meg szoktam csinálni, hogy lássam, hogy jön-e valaki, aki rám kanyarodik. Hogyha derékszögben keresztez egy utat a bringa út, akkor nagy valószínűséggel a bringa út fog elsőbséget adni. Hogyha ferdén, vagy éppen az út kanyarodik rá, akkor valószínűleg az autó fog, vagy a közút, az úttest fog elsőbséget adni. Kerékpársávon belül is van kettő. Az egyiket úgy hívják, hogy kerékpársáv, a másikat úgy hívják, hogy egy nyitott kerékpársáv. Kerékpársávot sárgával festik fel, mint a bringa utat, a nyitott kerékpársávot fehérrel és szaggatott vonallal. De becsapós, mert a sima kerékpársáv is lehet sárga szaggatott vonal. A különbség a kettő között nem olyan nagy a mi szempontunkból, de azért mégis van egy pár apróság, főleg az autóvezetők szempontjából. Ugyanis kerékpársávra az autó nem hajthat rá. Ha például én egy autó lennék, és ez egy kerékpársáv mellettem, akkor ha én beszeretnék oda kanyarodni, akkor azt honnan fogom megtenni autóval? Oda megyek a kerékpársáv mellé, itt megállok, indexelek, és ha nem jön kerékpáros, akkor átkanyarodok rajta. A nyitott kerékpársávnál viszont nem így van, arra ráhajthat már alapból is az autó, sőt, a kanyarodást a kerékpársávról kell megtennie. Ha tehát egy nyitott kerékpársávban azt látjuk, hogy előttünk, vagy épp mellettünk indexel egy ember, akkor kezdjünk el esetleg felkészülni arra, hogy be fog elénk hajtani. Elsőbbséget akkor is kell adnia, mert mi a kerékpársávban vagyunk, és nem váltunk sávot, de ő bejöhet oda. Mikor van megszaggatva a kerékpársáv? Akkor, hogyha azt az autók parkoláshoz például, vagy kanyarodáshoz igénybe kell, hogy vegyék. A brit tudósok szerint, sok ember szerint, az a leghatékonyabb elindulás, hogyha kb. 45 fokban áll így a pedálunk. Mert hogy ezzel tudsz
egy jó nagy lendületet venni. Tehát ha készen állsz, akkor egy nagy pedálindítással elég sokáig el tudsz gurulni. Dinamikusan föl tudod tenni a bal lábadat a pedálra, és van rá időd. Hogyan állunk meg? Hogyha jót akartok magatoknak, akkor mostantól kezdve egy dologra figyeljetek csak oda, hogy így álljon a pedál megálláskor, lelép, le se szállunk, vált a lámpa, indulunk tovább. óta a Krenzből kikerült a 28. paragrafusból a kerékpár szó, egy olyan felsorolásban, ami korábban a mezőgazdasági járműveket, állati erővel vont járműveket, lassú járműveket és a kerékpár tartalmazta, miszerint lakott területen belül szorosan az úttest jobb szélén kell haladni, ezért lehet kicsit beljebb haladni, amennyiben az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik. Befordultunk itt a Visegrádi utcába, ami egy nagyon széles utca, viszont tele van parkolóautókkal. Úgyhogy az első és legfontosabb, hogy folyamatosan, de folyamatosan egy ajtónyitási távolságra haladunk el. Tök mindegy, hogy busz jön mögöttünk, vagy mi ennél nem megyünk kijebb. Hogyha nagyon a szélén megyünk, akkor sávon belül fognak megelőzni. Az a lényege, hogy mindenkinek jó legyen a közlekedés, a mögöttünk haladó autóvezetőnek is, ezért ahol tehetem, például a következő kereszteződésnél kijebb húzódom, jelzem, hogy most akkor mehetsz, van helyet, tessék, menjél, vagy ha van például egy legalább három autó, négy ajtónyi hely, félrehúzódom, engedem, hogy menjen, és folytatom az utamat. Azokat hívjuk egyenrangú útkereszteződésnek, ahol nincs elsőbséget szabályozó tábla, tehát se stop tábla, se elsőbségadás kötelező tábla. Ilyenkor lép életbe, ha nem látok egyiket se, a kereszteződésben akkor lép életbe a jobbkész szabály, ami azt mondja ki, hogy a jobbról érkező járműnek van elsőbsége. Megérkeztünk, visszaérkeztünk a Jászai Mari térre. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, remélem, hogy hasznosnak találtátok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, mert bringáztunk egy jót, még ha 40 fok is volt.